Csókolom. Jó napot kívánok. Fedák Sárika vagyok. Fedák István Bereg vármegyei főorvos leánya. Aztán mit óhajt? Eljöttem, kérem, hogy belőlem híres primadonna legyen. Itt a királyban? Akár itt is. Hát magának mindegy? Akár drámai színésznő is lehetek, nekem az mindegy. Hát magának minden mindegy? Csak egy a fontos. Mi? Hogy az első legyek. Első? A legelső. Hát nem lóverseny ez, kislány. Tudom én, de a Szidi néni azt mondta, hogy valami Laci, a Bőti Laci. Mármint én, igen? Mármint ön. Az akár színházat is emelhet az én tehetségemre. Igen, ezt mondta a Szidi néni. Aztán mikor mondta ezt magának a Szidi néni? 1897. november 7-én, este 9 órakor. Aztán maga ezt honnan tudja ilyen pontosan? De akkor volt nekem a bemutatóm a Géságban. Hallottam hírét. Akkor megtetszik engemet hallgatni? Persze. Akkor megyek, bekészülök. Na, menjen csak, menjen. Amíg Sárika bekészül, addig elmondom önöknek, mit mondott róla Blaha Lujza. Ez a lány semmiben nem hasonlít rám. Eredeti egyéniség, őstehetség, született primadonna. Tudják, keménykezű, szigorú direktora vagyok a Király Színháznak. Ebben a színházban mindig azt játszottuk, és játsszuk, amit szeret a közönség. És azt jól játsszuk. A következő évadom, hát egy szóba el lehet mondani, hogy mi? Igaza van, egy szóba nem, de kettőben biztosan. Fedák Sári! Lehet növék belőlem is pesti színésznő. Jól van, kérem, de először is vizsgáznia kell. Legjobb lesz, ha rögtön egy után énekel. Gyere, mi vagy, még az enyém. Te vagy a legtöbb lehén. Hát te kurázsi, hát te szenázsi. Kérem, hogy úgy mondjam, ez direkt egy csodás. Itt van, kérem, elkészült a megállapodás. Kár lenne a nézsa mellett elhervadnia. Pardon, ez nem kompliment, kár elpirulnia. Ja Istenem, de boldog vagyok, majd szétrepedek. Talán már ma estére már fel is léphetek. Jaj, Kosári Emanuel, Fedák Sárika.